A rendszerváltáskor sokan osztatlan közös tulajdonként kapták vissza korábban TSS-ített földjeiket, egy-egy területet akár 10-20-an is birtokoltak más-más arányban, és sokszor még a hasznosításról sem tudtak megegyezni, ezért a termőföldek egy része parlagon maradt. Mivel ez a tulajdoni forma akadálya az észszerű mezőgazdasági tevékenységnek, a kormány a mielőbbi megszüntetését tűzte ki célul. Azok között, akik 2012. júniusáig benyújtották a megosztási kérelmet, tulajdoni részarányuknak megfelelően felparcellázzák a területeket. Így tisztázódnak a tulajdonviszonyok, és mindenki saját földterület felett rendelkezhet. Minden olyan, amely 1/1-es tulajdont jelent, az egy jóval tisztább helyzetet teremt, hiszen akár a bármiféle hasznosításnál, vagy az eladásnál is nem kell a többi tulajdonostárssal oly módon számolni. Folytatódik az osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt Vas megyében. 3 járásban az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére kísérleti program indult. Ennek keretében mintegy 24 000 hektár földterület megosztása kezdődhetett el, tájékoztatott Harangozó Bertalan kormány megbízott. A projekt tapasztalatait beépítették a földtörvény módosításába, ennek köszönhetően rövidebb határidővel lefolytatható az eljárás. A megosztás idén a Sárvári és a Körmendi járásban folytatódik. A Sárvári járási területen például 8 000 hektárt érint ez a kérdéskör, és így 690 tulajdonrészt sikerül majd rendezni. Ebben azt gondolom, hogy nagy munkát kell még vállalnia a kormányhivatalnak, a földhivatal munkatársainak, de a munka megéri, hiszen, mint ahogy mondtam, egy ideiglenes procedúrát tudunk ezzel megszüntetni. A megosztás több milliárd forintos költségét az állam viseli. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése Vas megyében a tervek szerint jövőre, országosan 2019-re fejeződik be.